Üdvözlöm a kedves nézőket! A túlzott alkoholfogyasztás komoly társadalmi probléma, amelynek gyökerei szinte a gyerekkorban nyúlnak vissza. Felmérések szerint a mai középiskolások 80%-a fogyasztott alkoholt 15 évesen vagy annál korábban, illetve minden harmadik rendszeresen fogyasztja. Az emögött álló okokról beszélgetünk vendégeimmel, Sóti Nikivel és Szőnyi Miklóssal. Sziasztok! Hello. Mit gondoltok, miért ekkora a százalék? Most ő szerintem azért, mert a mai gyerekeket ez a környezet, ebben a környezetben nőtnek fel, ahol az utcán is azt látják, hogy ott van a hajléktalan, aki leginkább részeg állapotban van, és szerintem van egyfajta kíváncsiság is a gyerekekben, főleg az ilyen kamaszkorú fiatalokban, és mindenféleképpen ki akarják próbálni ezt a dolgot. Én úgy gondolom, hogy ez egy társadalmi dolog is, mivel ezt látják a nagyszülőktől, hogy elmennek valahova a társaságba, akkor mindig visznek egy bort, vagy megisznak egy pohárral valahol. De ez amúgy nagyon szociális dolog is lett mostanság, mivel ezzel szocializálódnak a fiatalok, hogy elmennek és megisznak valahol valamit szerintem. Ez elég fontos jelenleg. És mivel ezt látják ugye az idősebb korosztályoktól is, most nem okvetlen a szüleiktől, de például az egy-két évvel idősebbektől is. Ezért szerintem így beléjük ivódott. Ti mikor értétek át először az alkoholfogyasztásnak a hatásait, és miért döntöttetek úgy, hogy kipróbáljátok? Hát ez egy érdekes kérdés. Nálam ez egy kicsit máshogy volt, mint a többieknél. Nálam anyu 11 éves koromban azt mondta, kirakta az asztalra előre az italokat, ami volt otthon, behívott a konyhába, és azt mondta, hogy gyere, most végig kóstolunk mindent. Persze nem mindenből sokat, hanem mindenből csak egy kortnyit, hogy a legközelebb, hogyha megyek, vagy később időben, hogyha megyek bulizni, szórakozni, akkor tudjam, hogy mit iszok, tudjam, hogy mit rendelek, és ne az legyen, hogy azt itatnak velem, amit akarok. Vagy amit ők akarnak. Én viszonylag szerintem kicsit így későn kezdtem, és őszintén szóval az annyira nem is érdekel, hogy azt hiszem, 9. osztályos volt, amikor volt az első ilyen nagyobb ilyen iszogatásom, és hát nyilván azért ittam én is, mert a buliban mindenki más is ivott, és hát nem akartam egyedülálló lenni ott. A jogszabály miatt csak 18 éven felüliek vásárolnak alkoholt, de hát ezt nyilván tudjuk, hogy azok is megkapják, akik kiskorúak, és mit gondoltok, hogy ezt így hogyan lehetne szabályozni? Hát szerintem a boltok eladói ezek nem nagyon tartják be ezeket a szabályokat. Vagy hát én úgy vettem észre, hogy a legtöbb bolti eladó az nem kér. A dohányboltokban, ha dohánycikket vásárolsz, akkor igen, hogyha alkoholt, akkor nem gyakran kérnek igazolványt. És mi lenne a megoldás? Hát nem tudom. Hát igazából ezt így szabályozni szerintem elég nehéz. Nyilván az ilyen kis sarki ABC-kben van így a legnagyobb esélye a mai fiataloknak. Hát így a mai CBA-kban, a Lidl-ben így azért ott eléggé odafigyelnek, és ott tényleg elég nagy büntetéseket is kiszabhatnak a cégre, hogyha így kiadnak fiataloknak alkoholt. De szerintem inkább az ilyen a bírságokra lehetne így rá menni, hogy úgy jobban szabályozni ezeket. A középiskolában esetleg nektek volt-e felvilágosító óra az alkoholról? Nem, értelmű. És mit gondoltok, ez helyén való, hogy nincs erről szó? A mostani középiskolában a legtöbb mindenről nincs szó. Vagy a szülők miatt, vagy a mostani elvek miatt éppen a legtöbb mindent azt a szülőkre hárítják, hogy majd ők elmagyarázzák nekik. Most akár beszélhetünk itt a szexuális oktatásról is, az se igazán van szerintem annyira, mennyire kéne. Ugyanígy kellene egy alkoholról is egy előadást legalább tartani szerintem a középiskolásoknak, vagy akár minden évben egyet, de ez jelenleg nincs, én úgy tudom. Hát én is úgy tudom, hogy ő nincsen, és ő nekem se volt. És hát, hogy helyén való, ez szerintem egy ilyen osztályfőnöki óra keretein belül szerintem simán lehetne erről beszélni. De az a baj, hogy manapság hogy nincs rá igény.
egy olyan országban élünk, ahol konkrétan a kultúra része, hogy mindenki iszik, és ezért inkább az OFÖ az megtart még egy irodalom órát, vagy egy matek órát, ahelyett, hogy csinálna egy prezentációt az alkoholfogyasztásról. Mit gondoltok, mikortól beszéltünk függőségről? Hát szerintem ilyen konkrét ilyen határ így nincsen, hogy most ettől függő vagy, és ettől nem. Szerintem ez így mindenkinek így egyénfüggő, mivel inkább azt mondanám, hogy akkor vagy függő, hogyha már tényleg napi szinten gondolsz rá, meg konkrétan legurítasz egy sört mondjuk délután, vagy egy felest, és hogyha már tényleg így az eszed is azon jár, hogy mikor tudom már végre meginni azt a sört, akkor szerintem már függőségről beszélhetünk. Szerintem onnantól kezdve számít valaki függőnek, hogyha ez beleívódik a mindennapjaiba. Hogyha hozzászokik ahhoz, hogy ahogy Miklós is említette, hogy minden nap megiszik egy sört, az szerintem már függőségnek számít. Valószínűleg nem komoly alkoholistának, de az akkor is egy függőség. Hogyha döntenie kell például, hogy ő megveszi a, nem tudom, mondjuk a napi ebédnek egy, mondjuk a sajtot hozzá, vagy inkább vesz helyette egy sört, és hogyha a sört választja, akkor ez már probléma. Szerintetek mikor kell segítséget kérni, és milyen lehetőségek vannak erre? Hát szerintem akkor lehet segítséget kérni, hogyha az egészség rovására megy az egész, és tényleg mondjuk munkahelyen ebből probléma van, tényleg így beleívódik a mindennapjaidba, és egyre mélyebbre süllyed, szerintem akkor már ezen komolyan el kell gondolkodni, és hát nem tudom, hogy milyen segítségek vannak, szerintem inkább az ilyen beszélgető csoportok, ahol mindenki kibeszéli a problémáját, és szerintem ez, hogyha egy közösen megbeszéli valakivel, vagy nem így egy ilyen csoporttal, hanem mondjuk egy baráttal, vagy családtagokkal, akkor szerintem az sokat tud segíteni. Hát szerintem nagyon sokféleképp lehet ezen segíteni, ugyebár akár az internetre is a legegyszerűbb módon mondom, az internetre beírod, akkor biztos fordog legalább 5 vagy 6 olyan oldalt, ami rögtön segítséget nyújt, vagy azt kínálja. De akár családtagok is tudnak segíteni, vagy ismerősök. Vannak ilyen rehabilitációs központok is, amik gondolom direkt alkoholisták részére vannak kialakítva. Szerencsére nincs benne tapasztalatom, vagy a környezetemben olyan, aki szüksége lett volna rá, de erről mondjuk elég sokat lehet hallani. Hát, hogy mikortól van szükség rá, ez egy elég komplex kérdés, hogyha már rámegy a magánéletedre, vagy akár az egészségedre, hogyha akár a családtagjaid észreveszik, és a kapcsolataidra, vagy a munkahelyi kapcsolataidra elmegy, az már komoly probléma, akkor orvosolni kell. De ahhoz, hogy elinduljon egy jó úton egy ember, ahhoz előtte észre kell vennie, hogy miben is van. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és a nézőknek köszönöm a figyelmet.